köszönjük szépen, először is köszönöm a szót. Köszönöm a szervező munkáját, megköszönöm Istok Álbauer úrnak, hogy a Szlovén Fürdőszövetség vezetőjének, hogy ez a rendezvény most először Magyarországra jöhetett. Nagyon klassz szervező munkát végeztek igazán. Köszönjük a házigazdáknak, Sárvár városának és a gyógyfürdőnek, a Parking Hotelnek, mert valóban színvonalas és szép környezetet biztosítanak számunkra. Én tulajdonképpen kettős minőségben vagyok jelen, egyfelől, mint egy egészségturizmusban működő szakmai civil szervezetnek a vezetője, másrészt pedig egyben kiállítók is vagyunk, hiszen a standunkkal mi is részt veszünk a kiállítók között. Tényleg fantasztikus ez a sokszínű nemzetközi jelenlét, mondjuk itt ebben a megyében, ugye, ahol tetszettek említést tenni arról, hogy német, horvát és szlovén nyelvű kisebbség is él. Ezt még csak fokoztuk a mai nappal, amikor azt hiszem, hogy 15-16 külföldi országból vannak jelen vendégek. Gyakorlatilag a ma délutáni előadásomon is pont ennek szeretnék hangot adni, hogy azok a közép-európai országok, amelyek egyrészt jelen vannak, másrészt amelyek fontos partnereink, azok milyen kínálattal jelentkeznek az egészségturizmus nemzetközi piacán. Ugye fantasztikusan bővül ennek a szakmának a kínálata. Magyarországon mondjuk ez 2000-ben kezdtük el megalapozni, 2001-ben indult el az első Széchenyi terv. Ez egy 3 éves, igen lendületes fejlesztési periódus volt. Aztán a magyarországi műemlékfürdők kaptak jelentős támogatásokat. Most pedig a 2007 óta, ilyenkor mióta teljes jogú tagja vagyunk az Európai Uniónak, és egy teljes fejlesztési ciklusban is részt veszünk, ugye ennek most az utolsó évét írjuk, 2007-től 2013-ig tart ez. Tehát 2007 óta jelentős mennyiségű Európai Uniós forrás is áramlott erre a területre. Termál, gyógyfürdők, gyógy és wellness szállodák, illetőleg egészségügyi, tehát orvosi turizmusnak a különböző intézményei, létesítményei is kaphatnak, juthatnak fejlesztési forrásokhoz. A kínálat bővülése tehát számottevő, na most, hogyha viszont csak önmagában véve a kínálat bővül, magyarul erősödik a konkurencia harc, ez mindig ahhoz vezet, hogy esnek az árak, és egyre nehezebben gazdálkodik minden szolgáltató. Ezért is hihetetlenül fontos, hogy ilyen akciókat, ilyen rendezvényeket hozzunk létre, ilyen lehetőség szerint nemzetközi rendezvényeket szervezzünk meg, mint a SPACE, vagy SPACE-nek is szokták ejteni ezt a rendezvényt, hiszen ezáltal ugye a keresletet erősítjük, ami azt jelenti, hogy nem csak kínálati, hanem keresleti, tehát vendégkör szempontjából is bővül a piac, hihetetlenül fontos, ne essenek le az árak, hanem tulajdonképpen egy jó gazdálkodási környezetet jelentsen mindez, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi partnerországbeli szolgáltatóknak. Ugye Andrea az előbb említette, hogy szinte egy keresleti adat, gyakorlatilag a magyar egészségturizmus az ma már a hazai idegenforgalomnak több mint az 1/3-át hozza szállodai vendégészakák alapján, 35%. Én emlékszem a 2000-es adatra, akkor a gyógyszállodák még csak 10%-ot jelentettek a magyarországi vendégészakákból. Tehát 2000-ben 10% volt az egészségturizmus, mára, hogy az egész, a teljes turizmus összvolumene is nőtt, ezen belül az egészségturizmus piac részesedése 3,5-szerese százalékban kifejezve is. Tehát a kereslet bővítése nagyon lényeges, és ehhez én úgy gondolom, hogy egy pompás ötlet az, hogy jelenleg pontosan egy nagyon látványos, szép, nemrégiben bővítésen át is egy gyógyfürdő adja mindehhez a hátteret, és hát egy nagyon eredeti helyszín. Lássuk be, gyakorlatilag medencék partján vannak elhelyezve a kiállítók. Említést kell még tegyek a kereslet bővülésén belül azokról a valóban látványosan szépen bővülő piacokról, amelyeket Andrea egyfelől már említett, ugye az orosz küldőpiac a hazai gyógyszállodákban a második helyre jött föl, ami egy elképesztő eredmény, lássuk be, amikor Andrea 8 évet töltött el, mint a moszkvai külképviselet vezetője az orosz piacon, és hát mondjuk azért ebben neki oroszlán része van, hogy ez így alakult, ezt lássuk be. Igen.
mondjuk a hetedik küldőpiacra, a hatodikra, az ötödikre, meg a negyedikre följönni, az még nem volt akkora nagy mutatvány, de onnan mondjuk a harmadikra, meg a második helyre előrelépni, azt tetszettek látni ezeket az adatokat. Tedd már meg, hogy oda visszamész, ez légy szíves, hogy egy kicsit anzágoljunk ezzel a dologgal. Hogy ezt a hadügyminisztériumban bejelentős szerepet játszott. Tényleg 1990 előtt mennyi vendégészakát tölthettek el, de ez egy másik kategória. Úgyhogy, szóval tényleg ez egy fantasztikus látványos fejlődés, és az Andrea a maga jó szervezettségével, és amikor szükség volt rá, akkor a szigorával, azt hiszem, hogy egy jó együttműködésre tudta sarkalni a hazai piaci szereplőket. Van egy másik piac, ami mindig is nagyon fontos volt, és szerintem az is marad, az is lesz a jövőben is, ez pedig a német piac. Mezősi Csilla, kedves régi kolléganőm, régóta foglalkozik ezzel a területtel. Egyszer már volt a német külképviseletnek a vezetője. Most az egész német nyelvű terület hozzá tartozik, Ausztriával és Svájccal együtt éve. Ez a rész egy picit hogy mondjam, a válság idején picit döcögött. És sok mindenkiben ez csalódottságot okozott, hogy ez nem bővült eléggé látványosan. Most viszont jók a számok. Csilla, azt hiszem, hogy ebben te vagy az illetékes, hogy tedd már meg, hogy egy-két mondatban ezt elmondod, hogy most éppen hol tartunk német piac ügyében. Egy minimális korrekcióval Németország és Svájc, ami a területem, de szintén egy régióval felügyeli az osztrák piacot. A német piac az eleve a egészségturizmus vendégészakákból ugye azért a 20% fölötti részesedésével tényleg mindig a legmeghatározott piac volt. A külföldi keresletnél is azért a németeknél jellemző Budapesttel szinte egyenrangú mennyiségben az egészségturizmus iránt való érdeklődés, és a költésben is azért több mint 20%. A németek ráadásul még nagyon-nagyon előkelő helyet foglalnak a orvosturizmusban, tehát a fogászat, anti-aging, és egyre inkább megyünk már szinte az IVF kezelésekhez, tehát mondjuk sárvácsról a gyógyvízzel, hogy lehet az orvosturizmust kombinálni, erre egy nagyon jó példa. Három nagy túroperátornál jártam az elmúlt hónapokban, mert már jövő évet tervezünk és konkretizáljuk. Nem adnak ki szívesen számokat, de olyan jók a számok, hogy már ők is örökben dicsekedtek. Például az egyik nagy vezető túroperátor pont a fürdőturizmus, tehát ami a fürdők, spa, egészségturizmus 34% pluszon áll. Általában Magyarország 10% pluszon áll a három vezető túroperátornál. És egy három évvel ezelőtt elkezdett kezdeményezés, hogy Hévízre 4 városból évente szinte bővített szezonnal csárterjáratot üzemeltetünk egy nagy túroperátor csoporttal, 4 városból Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. 2011 és 2012 között megdupláztuk a vendégészakák számát, 2013-ra pedig ugyanazt a mennyiséget hozzá tudjuk rakni, de még egy nagyon jó hír, hogy a direkt repülőjegy foglalóknak a száma egy éven belül a háromszorosára emelkedett. Ugye itt köszönöm vissza az igény, hogy mennyire fontos a légi összeköttetés egy nagyon elkényeztetett piacon, ahol mindenhova olcsón, praktikusan el tud jutni, ez azért egy nagyon fontos döntő ér a minőségen és az áron kívül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg jó irányba haladunk, és nem a borulátos szemüveget kell felvenni, hanem van igenis perspektíva ezekben a kulcsfontosságú piacokban.